Ez a Meszes patak a Pécsi Budai Vámnál. Ennek a vízfolyásnak a rendbetételét már régóta tervezték, lehetőség is lett volna rá, mondja a jobboldal önkormányzati képviselője. Az előző Páva Zsolt féle városvezetés nyert komoly több százmillió forintos állami forrást arra, hogy a Meszes patak környezete rendbetételre kerüljön. Ezt a támogatást a polgármester úr Péterfi Attila, aki megörökölte, nem tudta azonban felhasználni, ezért most vissza kell fizetni ezt az összeget a magyar állam részére, mint egy 290 millió forintról van szó. Azonban a tervtanulmányok már elkészültek 8,5 millió forintból. Ezt az összeget szintén vissza kell fizetni az önkormányzatnak. A városnak nem csak a kapott támogatást, hanem ezen felül önerőt is kell visszafizetni ennek a 8,5 millió forint értékben a magyar állam felé. Ami a legrosszabb, hogy ezt valószínűleg polgármester úr EIB hitel keretterhére fogja megtenni, azaz hitelt vesz föl, hogy a meg nem valósított pályázatot vissza tudja fizetni az állam részére. Barkóczi Csaba szerint a beruházás azért nem valósult meg, mert az új városvezetés annyira elhúzta az időt, hogy a kivitelezők már csak magasabb áron tudták volna elvállalni. Ez mintegy 30-50 millió forint többletkiadást jelentett volna, amit a képviselő szerint a városi cégek vezetőinek idén júniusban kiosztott 60 milliós prémiumából fedezhettek volna a városházán.